képek, amik így most utoljára elkészültek, már 2 méter nagyságúak, és ilyen méretben még soha nem is gondoltam. Tehát nekem is egy egészen új kihívás volt, hogy az a téma, az életkörforgása, az életben való útkeresés, az úton járás, annak az örömei, nehézségei hogyan fogalmazható meg, és itt van az egyik kép, ami ilyen értelemben az egyik személyes kedvencem is, ami igazán megmutatja, hogy a világban honnan jövünk, milyen kapcsolataink lesznek, aztán az életből való kimenetelés, aztán vissza, és ez egy nagy-nagy körforgásban hogyan mutatja meg magát. Illetve itt egy másik nagy méretű kép, ahol egy életfa motívum, ami az ősi magyar tiszta világképet mutatja meg számunkra, és ott a vándorlás, az embereknek a bejövetele, kimenetele, szintén mindenféle találkozások gyakorlatilag ugyanarra a témára hajaznak, és hát ezt ilyen nagy méretben megmutatni számomra nagyon izgalmas út volt. Az alkotó Csurhák Erzsébet két a közelmúltban készült képéről beszélt az imént, amely a Triangulum galériában látható a Nincs kitaposott ösvény című kiállításon. A művész egyik alkotása pedig része a 2019-ben átadott Győr belvárosi kálváriának. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a püspökség ezzel a megkereséssel élt, és részese lehettem ennek a szerintem nagyon fontos és értékes projektnek, hiszen a 14 stáció kikerült a város különböző pontjaira, és ebből a keresztútból a 7. stáció volt az enyém. Egyébként a kérdésre azt tudom válaszolni, hogy egymás között így kiosztásra került, tehát nem volt e körül különösebben nagy dilemma, hogy ki mit. Én nagyon örültem, hiszen ez egy nagyon fontos próbatétel az úton levés és a nehézségek és az abból való felállás. És mint ilyen, a mostani kiállításomnak a címe is és az egész tematika tulajdonképpen kapcsolódik ehhez a gondolatisághoz. A főiskolán az egyik csoporttársától kapott egy selyemfestő készletet. Udvariasan megköszönte, majd félretette. És aztán vagy 2 évvel később elővettem, és hát nézegettem jobbról, balról, balról, jobbra, de Magyarországon a képzésben nem volt ennek háttere, és ezért elmentem Bécsbe egy művészeti iskolába, ahol a selyemfestészet alapjait elsajátítottam, és akkor közben éreztem rá igazán arra, hogy ez mennyire nekem való technika, hiszen ettől függetlenül én is festek vászonra, készítek akvarelleket, mindenféle más grafikai eljárásokat is például, de valahogy akkor megéreztem, hogy ez az az út, és szokták tőlem kérdezni, hogy na jó, de hát miért éppen selyemre? Hát emiatt, mert ennyire ez az anyag, annyira megérintett, és tulajdonképpen ez az az anyag, ez a hordozó, amin leginkább ki tudom fejezni azokat a gondolatokat, azt a fajta világot megjeleníteni, amit én képzelek, és szeretnék megvalósítani. Kiállítás megnyitó Bélyei Adél zeneművész hárfajátékával kezdődött, majd Reisner Ferenc általános püspöki helynök köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta, Csurhák Erzsébet egy különleges élményvilágba invitál bennünket, természetfeletti szférát nyit meg előttünk. Ami engem megragadott, mint művész alapötletet, hogy milyen anyagot választ a műveihez, ősi, természetes anyagot választott Erzsébet, amiben megvan egy ellenálló tulajdonság, ugyanakkor finomság, jellemzi a tömékenység, de nemes, sejmes hatása, lenyűgözi az ember. Lágy, közben értékes, de könnyebb is tud lenni ez az anyag. Ilyen tulajdonsága a emberi természetünk is, az emberi mi voltunk is. Ilyen anyagra formáljuk, szőjük saját egyéni sorsunkat, jövőnket, életünket. Megnyitó beszédében Kacsuk Péter műgyűjtő többek között kiemelte, a képek egy dinamikus világot mutatnak, ahol minden mozog és minden hat mindenre. A nő a hajon és a vája sokszor kibogozhatatlanul összeolvad, és együtt tekerőzik csavar, amit a szárnyal megkormodak. És akkor jönnek a bogarak, kicsik és nagyok, amint rezelésre és statikusságokra megmeredett pillanatok az állóidő szimbolizálják. Hogy a nekünk nézők melyik a kedvesünk van, mert elragad az idő és teljesen belefeledkezünk, szárnyalunk, vagy
hogy amikor csendesen elmerendünk és élvezzük a pillanat egyedi és visszahozhatatlan hangulatát. A tárlat augusztus 20-áig minden nap 10 és 18 óra között megtekinthető a Triangulum Galériában.